Sziasztok! Mielőtt belevágunk az elemzésekbe, gyorsan elmondanám, hogy a Netfon lett az új szponzorom. Úgy érzed, hogy túl magas a telefonszámlád, nézd meg az ajánlataikat a netfon.hu/kodiak oldalon. Én is váltottam és átmentem hozzájuk, mert a korlátlan beszélgetést tartalmazó csomagok már 2990 forinttal elérhető. Nézzétek meg, ha tetszik, fizessetek elő az oldalamon keresztül, ezzel engem is támogattok. Köszi! Ismét kis Face It Justice videó elemzés lesz. Megnézzük, hogy milyen videókat dob fel a Face It-nek a, hát nem is anti-cheat rendszere, de egyfajta ilyen community regulázó rendszere. Ugye leginkább olyan eseteket szokott ez feldobálni, amiben a játékosok nem rendeltetésszerűen használják a platformot, vagy legalábbis a játékot. Ugye vagy vállalhatatlanul beszélnek a csapattársakkal, vagy konkrétan eladják a meccset, és veszíteni akarnak, vagy nincsenek a billentyűzetnél, ergo nem játszanak rendesen, vagy egyéb dolgok. Nem kötelezően csalókat keres ez a rendszer, ugye, hanem inkább azokat, akik lerontják a fészítezőknek a játékélményét. Amikor szerintem egy tök jó kezdeményezés, ugye a fészítnek van egy erősebb anti-cheatje, mint a VAC. Hozzáteszem, az is egy olyan dolog, amit ki lehet játszani. Ettől függetlenül azért azt fixen állítom, hogy Faceit-en kevesebb csalóval találkoztunk, mint MMM-en, főleg az elmúlt időben. Na nézzük, hogy mi történik itt. Na hát ez talán nem lesz olyan nehéz. Talán nem lesz olyan nehéz kitalálni, hogy ez mit csinál. Jó, hát egy körig állt a kezdőn, és körbe-körbe futkorászott, vagy forgalodott. Utána a csapattársait késelgeti. Ups, hát ez megkerülte őket. Suspect, hát lenne pénze venni, és vesz is. Undoko. Ez is teljesen felesleges megjegyzés volt, ezt nyugodtan elmondhatta volna magának is. Nem kellett volna hozzá nyomni a gombot. Mindjárt megnézzük, hogy ő mondja ezt, nem mint hogyha fregek számítanának bármit is, de ő mondja ezt 8 freggel, és az egyetlen ember, akinek mondhatta, az a 4 fregű emberke volt. És nem mi, a deltát lőtték le mellette. Meg nem is biztos, hogy... Na mindegy. Nem, az ilyen megjegyzések teljesen feleslegesek. És persze nem csak az lehet rosszabb nála, aki kevesebbet fregál, nem is erről van szó, csak... Inkább törődjön a játékkal, ahelyett, hogy okoskodik. Клон, поставь клон.
Most csak a kezdőn áll még mindig. Report, просто все репортом. Let's go, Green. Let's go. És itt valószínűleg lelövik. Hát... és gyorsan visszatekek az elejére. Két körben is a kezdőn állt, és ez nem olyan, mint a... Tehát, hogy mondjam, ez... Nem, ezt én úgy ítélem meg, hogy ez már több, mint amennyi normális lenne, főleg, hogy ugye, hogy kimész WC-re, vagy mit tudom én, jönnek, meghozzák a pizzát, azért kiugrasz az okét, de látszik, hogy ebben a körben is, meg a következőben is kimegy, és nem úgy, hogy most hát ott hagyja, nem úgy, hogy elmegy a géptől, és valamit csinál helyette, hanem itt például, hát vagy nyomja a gombot, vagy beállít egy scriptet, hogy körbe-körbe nézelődjön, vagy a másiknál meg konkrétan ugye bevásárolt, és ez sokkal inkább tudatosnak és destruktívnak tűnik nekem, mint sem véletlennek. Elnézése kér érte. Úgyhogy ezt én így értékelem. Mondom nyugodtan, hogyha nem értetek egyet ezzel, kommentekbe írjátok le, hogy szerintetek mi történhetett, vagy hogy történtek a dolgok, illetve hogyha felismeritek a beszélt nyelvet az adott klipben, akkor az is érdekes lehet. Elvesztette a bombát emberünk sötétben, de ez még nyerhető ez a kör, hogyha ki az Iceberg lelövi, nem lövi le. Így már nehezebb. Zigzag most egyedül három ellen, egyről tud, de a másik top minden várja, le is lövi. Na, hát előkerül az AVP, a többie hát tudna venni egy fegyvert a haveroknak, de úgy látszik, ezt leszarja. Nem túl kedves. Egy darab AVP-ben azért nehéz lesz ezt megoldani. Iceberg kint van középen. Nem jött össze. Még elnézést is kér. Most dob fegyvereket, még most már kés. Az előzőben egy AK az jól jött van. Ajaj. Pak. Undukó, elesett a bomba röviden. Szerintem ez ennyi lesz, nem? Elég érdekesek a vásárlások. Hát most csak áll a kezdőn. Man, don't the stage spawn, please play fucking top mid. To be.
Ja. Ezért kapja a reportot. Mondjuk mennyi 21-nél elindul. Tehát mondjuk 25 másodpercet volt a AFK. Jó, nem. 35-öt, mindegy. Kodi matek. Ezt alapvetően azért nem, hát AFK, de odaírjuk, hogy szóval én azt gondolom, hogy ennyi belefér. Tehát ezt alapvetően nem kéne. Lehet, hogy non. Nem, én azt gondolom, én ezt megadom neki, hogy ennyi belefér. Ez az én döntésem. Mondom, lehet a kommentekbe beleszólni, hogy ez szerintetek túl sok volt. Tény, hogy rosszkor ment el, mert én is ideges lennék, hogyha a csapattársam a kezdőn állna, akkor, amikor éppen mondjuk egy ekkorás tolunk, mert itt nagyon fontos pozíciót szerezni már a kör elején, de még mindig jobb, mint hogyha fegyveres körben ment volna el, és ne jött volna vissza. Pénze meg lesz, úgyhogy nem hiszem, hogy ez katasztrófa. Főleg itt most megint jó lenne tudni, hogy milyen elóról van szó. Bár ahogy nézem, ez nem level 10, meg hasonló, úgyhogy szerintem itt simán belefér ez. Következő. Egy jó kis vertigó. Hotstrut. Yeah, me too. I'm not a big Vertigo player. I mean, I'll play Vertigo, follow. But I'm just full of a losing game. Oof. They are rotating, just go. Never mind. Dude, what? Also, I guess, level 10. Kommunikál. El tudja vinni B-re az ember a bombát. Már nem fogja. Miért áll? Oh. Na jó, meddig megy ez így? Az a baj, nem akarok beletekerni, nehogy az legyen, hogy valami beszélgetésről lemaradunk. B-re el tudja vinni. Nem B-re megy. Visszajön ára. Vagy midre? Mid. Nem a terroristára fogadni. Most már ráfogadnék. Nice try, man, nice try. Counter-terror.
Elég lassan döntik el, hogy most milyen báj lesz. Oh, he's so low. One low. Two dice. One more. Attack. Purple, why did you buy? No one bought. I'm going to report you for throw. Ez egy kicsit szigorú, de tény, hogy rosszul. Rögtön a második körben megadja a hangulatot a csapatnak. Jézusom. Szóval tény, hogy nem volt a legjobb ötlet vásárolni, amikor látta, hogy mindenki dezit vesz, és nem is elsőként vett rá, mert lehetne terrorként lehetne forszolni, de ez nem szó, ez hibás vásárlás, de ennyi erővel akkor mindenkit ki lehet rakni, aki az, aki hibázik egyet a meccsen. MP9 on respect. Tubi. Itt is amúgy blokkolták egymást, de mondom, ennyiben benne van. Mert ez nem direkt van, tehát ez belefér. One more mid. Once too long, too long. Rendesen infózik. Be clear. Pressing long. Pit. Pit last. A bátor AWP-s rám egy hosszúról. Ah. Oké. Nem kellett volna sietnie. Még rá is kérdezett a többiektől, hogy hol van, nem kapott választ, akkor még nem kellett volna még mennie. Iras B. Hát amúgy suspect helyében én AK-t vettem volna. De mindegy. Lehet, hogy Galilal is nagyon ügyes. De így, hogy nem Fizéhez használja a flasheket, hát ez a flash még borzalmas. Oké. Végül is jó a Galil is akkor. Why you shoot me now, hogy gypsy? Man, chill. Chill wagon. Are you guys from Romania? Because you sound like you're from Romania. Chill Polska wagon. Peters, blah. Shot I'm from chill wagon. Are you from Polska, blood? Auschwitz. No, nothing. I'm from chill wagon. Jesus. Jesus. Auschwitz, to był w twojej dupie po kepsie. Cicho tam. You're nachuj, blood. Whole family in Auschwitz born. Jesusom. Valószínűleg fogalma sincsen arról, hogy miről beszél. És aztán gyorsan lelépött HP-ba. Ja, hát ez megint verbal abuse, szintén szegény nem túl intelligens.
CT elhozhatta volna ezt az AK-t. Na jaj, ez AFK lesz. Ja, itt problémázok azon, hogy nincsen izé, nincsen scoreboard, és minden kör elején kiadja izé killeket, meg a statokat igazából. Odi nem okos. Bátor. Beleült a molóba. Woodpecker még vehetne. Rákát is amúgy. És mi a problémája van? Hát 15-10-re vezetnek, és valamilyen oknál fogva elkezdi csak úgy övöldözni a csapattársát. Azért, mert valami olyat csinál, ami neki nem tetszik. Vagy nem tudom. Hát a revealinget talán nem köteled, mert az, hogy végig késelgette, de nem olyan poziban, hogy ott igazából bármit is nyert volna vele az ellenfél, inkább csak a Friendly Fire-t kapcsoljuk itt be. Hát, nyer a csapat, 9-2-re vezetnek a terroristák. Most pedig nem áll jól ebben a körben a szénája terrornak, 2v5-ben kéne lehozni. Ouch. Yeah, sure. Suspect nem boldog, hogy lelőtték, mondjuk érthető.
a frusztráltsága. Nem kapod droppot, pedig kaphatott volna. Kanári simán dobhatott volna neki. Jobban jártak volna. Ops! What the fuck? Itt van. Nice bait, guys. Good bait, good bait. Nem tudom miért problémázik, nem mondom, hogy jól csinálták a terrorok, de hogy őt nem baitelték be, az biztos, hiszen ő csak átugrott középen és lelőtték. My god, why you suicide, man? Shut up, please. Tank. Can I flash? Can I flash up? Flash, no, flash. I can't. Somebody? Flash. Are you kidding me? City one. Flashing above side. To push. Behind smoke and cuff. Behind. There was enemy smoke, man. What the fuck? It's not our smoke. Oh fuck, one more. Wait, smoke, we can win. 2v4-ben azért ez bátor kijelentés. Ja, hát amit itt láttunk az az, hogy valamilyen úton, módon úgy gondolta a gyanúsítottunk, hogy azért lőtték le őt középen, mert a társai baitelték, és utána, amivel nem nyerték meg a kört, azért annyira mérges lett, hogy nem vásárolt ebben a körben csak egy kis páncért. Nagyon más nem is lett volna pénze igazából. Tehát, hogyha megnézzük, ja, itt lelövik, ugye, akkor itt aztán nem csinál semmit. És most azon gondolkodom igazából, hogy nem biztos, hogy jobban járt volna, hogy most Dezivel így elkezd kinézegetni középre az AWP-s, vagy valami. Mindenesetre Duck lelövő izét. My god, why you suicide, man? Shut up. Lehet, hogy itt csak azért szomorú, mert nem tudja elvinni ezt a fegyverét. No, I can't. Somebody? Flash. Are you kidding me? De első ránézésén azt gondoltam volna itt, hogy itt kifejezetten akadályozza a csapattársait. Behind smoke, behind smoke and cup. Behind. There was enemy smoke, man. What the fuck? It's not our smoke. És valamilyen szinten azért itt csak arra megy, hogy, hogy a csapattársai fegyvereit megszerezze. De nem, tehát ezt erre nem mondanám rá, hogy kifejezetten destruktív. Mert nem szerencsés, meg nem a legjobb teamplay, de sokkal nem lettek volna beljebb, hogyha a Glockkal berohan. Mondjuk, hogyha vett volna egy Dezit,
akkor tudott volna pusholni is a többiekkel, akár a smoke mellett Bane, vagy akár középen segíthetett volna a társának, vagy hogyha vett volna utility-t, akkor megint be tudta volna középre fesselni a társát, vagy a társait B-re. Úgyhogy ez eléggé határeset szerintem. Mert nem lehet rámondani, hogy griefing nem blokkolt, nem hátráltatta a csapattársait. Beszólogatott nekik, de egyáltalán nem annyira durván, hogy itt valami probléma legyen ebből szerintem. Nem mondom, hogy egy kellemes csapattárs, de messze nem olyan, ami szerintem túl bántó lenne, vagy túl zavaró. Ezt nem, erre nem tudom azt mondani, hogy emiatt bármiféle baja legyen. De az kétségtelen, hogy nem a legkellemesebb csapattárs. Meg nem is a legokosabb valószínűleg. Na, Train. 4-3-ra vezetnek a terroristák. Suspectnél AVP van. Kinézhat. Hoppá! Sorry, maybe. Meg elnézést is kér. Bár nem tudom, hogy az annak a flashnek mi értelme volt, mert semmi. Ugye most kétszer eltalált a csapattársát, de AVP-vel az nem annyira vészes. Ugye nincs team damage, és nem az, hogy folyamatosan kapod a lövéseket. És nem tudsz másra koncentrálni, kapsz egy lövést, és akkor annyi. És nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy a második az direkt volt. Az első direkt volt. Majdnem. Inye. Come on, just save, we'll save. Ó, de pánikom a szegény. Nem tudja, hogy a CT-k egyáltalán nem akarnak rájönni. Egyelőre. De úgy általában sem. Hát én itt nem láttam semmit. Tény, hogy kétszer eltalálta a saját csapattársát, de nem.
Hát az egyik, amikor leflesselték, az... Szóval nem, ezt nem látom. Nem látom akkor a problémának, hogy itt bármiféle vizét kéne ebből csinálni. Ügyet.